Az érseki palota udvarán sorakoztak fel az Egri Egyházmegyében működő plébániai karitász csoportok tagjai, hogy részt vegyenek azon a találkozón, melyen a katolikus karitász megalapításának 85. a rendszerváltás utáni újjászervezésének 25. évfordulóját ünnepelték. Különösen is kedves számunkra ez a nap, mert két dolgot is ünneplünk. Egyrészt az isteni irgalmasságnak az éve van. Ez bennünket mindenféle szempontból érint azért is, mert mi ezt az isteni irgalmasságot gyakoroljuk. Ez a mi feladatunk, hogy kézzelfoghatóvá tegyük azt az irgalmasságot, amelyet az egyház az evangéliumban hirdet. Szlezák Zsófia recski önkéntes úgy fogalmazott, felemelő érzés a rászorultak önkéntes segítése. Én nagyon szeretek segíteni embereken, nagyon szeretem látni az örömöt az arcukon, amikor tényleg az utolsó segítséget kérik, és mi tudunk adni, és nagyon szeretem a karitást ezért, hogy van erre lehetőségünk, és hogy én is érezhetem azt, hogy a szeretetet ezen keresztül. A Főegyházmegye minden részéből érkező karitász csoportokat Ternyák Csaba egriesek köszöntötte a bazilikában. Mint mondta, az irgalmaság évében még jelentősebb a karitász tagok munkája, hiszen ők azok, akik a leghatékonyabban képviselik Isten irgalmasságát, ők azok, akik az egyház kezét és arcát adják, és a legrászorultabbak felé közvetítik Krisztus szeretetét. A Szent Misét Spányi Antal püspök akat katolikus karitász elnöket celebrálta, aki szentbeszédében kiemelte, ma nagyon sok az emberekben a keserűség, a feszültség, és sokszor a keresztény hívő emberek is engednek a világ negatív hatásainak. Az ünnepségen többek között részt vett Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, és Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke is. Az Egri Egyházmegyében 68 karitász csoport működik, több mint 800 önkéntessel. A Krisztus szeretete sürget minket mottóval megrendezett Egri ünnepi találkozón közel 600-an vettek részt.